két művész, két stílus, de néhány dologban teljesen hasonlítanak, mégpedig többek között abban, hogy mind a kettőjük kötődik Sátoraljaújhelyhez. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium képző és iparművészeti tagozatának két tanulója, Rák Katalin és Miklós Bíbor alkotásaiból nyílt kiállítás a hétvégén a Zemplén galériában. Horvátné német Katalin grafikus művész méltatta a két diáklányt és az alkotásaikat. Miklós Bíbor már gyerekkora óta szereti a természetet, és ezt a szépséget kívánja megörökíteni a festészet által. Szerintem, ha külső szemlélőknek nem is jelenik meg, nekem kifejezetten sokat ad ahhoz, hogy én tudjak alkotni, vagy tudjak fejlődni ebben. Csak az, hogy a természetközeliség, ez a naturalista szemléletmód, hogy meglássam a színeket, szerintem ez sokat segített abban, hogy tényleg ilyen sokat tudjak fejlődni 4 év alatt. A szakmámból adódóan a színek azok, amik így nagyon, nagyon szeretek megörökíteni. Még nem mondhatnám, hogy van egy stílusom, vagy van valami kifejlett, ez még nagyon sokat kell ezen dolgoznom, de nagyon szeretem a portrékat, de még tényleg ez még tanuló folyamatban van. Rák Katalin Sátoraljaújhelyen született, és a Nyíregyházi Intézmény divatszakos tanulója, akinek célja, hogy a jövőben is a művészet legyen az út, amelyen halad. A MOMÉ-ra, a Mohaj Nagy Művészeti Egyetem textiltervező szakát szeretném folytatni, és hát, ha nem is pont divattervező, akkor a divaton belül bármilyen módon elhelyezkedni. Érdekelt a művészet, meg nagyon sok rajzversenyen indultam, és amikor hallottam először az iskoláról, akkor jutottam odáig, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, aztán megtudtam, hogy van divatszak is, ami régen is nagyon érdekelt, így úgy döntöttem, hogy akkor ezt szeretném csinálni. Rák Katalin és Miklós Bíbor alkotásait szeptember 8-áig tekinthetik meg az érdeklődők Sátoraljaújhelyen.